Hölgyeim és uraim, a Jazz Akusztikban az A38 színpadán a Borbély Műhely. Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Az első számunk, amellyel ezt a mai programot kezdtük, az a legutóbbi lemezünk címadó száma volt, Bartók gyűjtéséből sarjadt elő. Bartók által gyűjtött népdalból sarjadt elő a Gyere hozzám mestére, amely egyébként a lemez címe is lett. És ez a második szám pedig egy Charlie Parker számnak az átdolgozása, kicsit balkáni vizekre evezve, a címe Szélárnyékban kicsi madár. Most szintén a lemezről játszunk megint csak egy melankolikusabb számot, a címe Gyányi, ennek is népzenei háttere van. Ezt követi a Már megint ezek a tündérek. Volt egy régebbi lemezünkön egy szám, amelynek a címe A villők tánca, amelyek egyfajta tündérek. És hát ennek a hangulata köszön vissza. Ezt Balázsral kezdjük duóba, de aztán megengedjük, hogy Hunor is beszálljon. Majd pedig, hogy ezt az etnikus, hogy úgy mondjam, agrár jazz vonalat kövessük. Még egy olyan szám következik, amely mögött népzenei dallamok húzódnak meg, a címe Sebaj Rózsám. Ez egy igazi táncos, mulatós darab lesz. Halálos Áron! Károly kicsi a színpad, néha az Áron szólója alatt kedvem lett volna csárdás hozni. Sebes, mindenképpen sebes csárdás. Egy kicsit más irányba megyünk el, egy régi lemezünkről, talán a legelső lemezünkön szerepelt, ami nagyon-nagyon régen volt, a Neretőzre című darabunk, de úgy idéről időre elővesszük, és azért is tettük ide a műsorba, mert az azután következő számot jól készíti elő, az nem a saját szerzeményem lesz, hanem egy Presser Adam is örökzöld, a címe Ezüst nyár, ez a Hungarian Jazz Rhapsody című albumunkon ott vettük fel először, de azóta is szeretjük játszani a koncerteken. és Szabó Hunor. Tálas Áron. Még két számunk van hátra, ezeket fogjuk összefűzni. Az egyik egy Tálas Áron szerzemény, a címe Epigramma. Azért különösen kedves ez a szám, nem csak azért, mert ilyen tömör az egész, egy hatütemes szerzemény, de azért, amikor a jazzmuzsikus ezen elkezd mélázni, hát ez a nagy kompozíciók titka. Ezt akár órákig is lehetne játszani. Persze azért nem most azért nem feszítjük túl az időt és a kereteket, de nekünk volt egy olyan lemezünk is, amely a omázsa Kodály, tehát Kodály Zoltán tiszteletére született, és azon játszottunk a Kodály epigrammáiból is, úgyhogy talán erre is rímel egy kicsit, pedig akkor még nem az Áron volt az zongoristánk. Befejezésül pedig egy olyan régi számomat fogjuk eljátszani, amelynek a címe Signál, amely soha nem került lemezre, és nagyon ritkán játszottuk, legalább egy ilyen 30 éves szerzemény. Mostanában elővettük Desmisi barátommal, lemezre is rögzítettük, itt ez a ritmus szekció ugyanaz a Borbédres kvártetbe, de ezzel a zenekarral is nagyon szeretjük játszani, úgyhogy ezzel fogjuk majd befejezni a mai műsort, megköszönve a figyelmüket. Köszönjük szépen, ez volt a Borbély Műhely. G. Szabó Hunor dobokon játszott. Nagybőgőn Horváth Balázs. Zongorán Tálas Áron. És fogósokon Borbély Műhely, nagyon szépen köszönjük.